Törzsasztal. Borászati, gasztronómiai és életstílus magazin. Kádár Németh Matild és Frank Zsolt mesterszakácsok a Roosevelt-téri halászcsárdában ismét egy 19. századi erdélyi szakáskönyvet vettek elő a gyűjteményből. Ebből ezúttal az olasz rizs névre keresztelt receptet választották, melynek a rizsen kívül egyik különleges alkotó eleme a csontvelő volt. A villányi borvidék elsősorban a nagy vörös borokról ismert, pedig a siklósi körzet szép fehérbor alapanyagokat is terem. Most következő borkóstolónk fehér túlsúlyos lesz. Pelle László borszakértő ugyanis két fehér és egy vörös bort választott Gere Tamás és Zsolt pincészetének kínálatából. A választás egyik fő szempontja a jó árérték arány volt, tehát ezeket a hétköznapok borainak is nevezhetjük. A kecskehús nálunk még mindig méltatlanul mellőzött a konyhában, pedig a közhiedelemmel ellentétben a kecskehús nem kellemetlen szagú vagy ízű, sőt ellenkezőleg nagyon is finom. Szőlősi Viktor mesterszakács a Deszki Bástya étteremben kecskét választott mai receptjéhez, melyet tepsiben zöldségágyon sütött meg. A törzsasztal támogatói: az Algyői Halászcsárda, az Aranyhal étterem és menüház, a Béla borászat, a Csavarker iparos centrum, az Elzetszert a Kft. A Faktúra Duo faipari Kft. A Fehértói Halászcsárda és panzió, az Illés panzió és Tüszivadász étterem, a Seri és Wokengo kínai gyorsétterem hálózat, a Szilléri Biztonságtechnikai Kft. A Rónai Kúria és a Bástya étterem, és a Török Kulszervíz. Kádár Németh Matild és Frank Zsolt mesterszakácsok a Roosevelt-téri halászcsárdában ismét egy 19. századi erdélyi szakáskönyvet vettek elő a gyűjteményből. Ebből ezúttal az olasz rizs névre keresztelt receptet választották, melynek a rizsen kívül egyik különleges alkotó eleme a csontvelő volt. Szeretettel köszöntöm a törzsasztal nézőit innen a Roosevelt-téri halászcsárda Dankó pincéjéből. Főzőpartnerem Frank Zsolt, a Fehértói Halászcsárda konyha főnöke és üzletvezető helyettese. A mai nap folytatnánk azt az előzőekben elkezdett sorozatunkat, amikor is régi szakácskönyveket veszünk elő, és ezekből készítünk ételeket. A mai nap folyamán készíteni fogunk egy olasz rizst, méghozzá egy 1886-ban íródott szakácskönyvből, ez egy erdélyi szakácskönyv, és ebben találtuk ezt. Engedjék meg nekem, hogy először is én szeretem elolvasni ezt a receptet. Fél kiló rizset hideg vízben addig áztatunk, míg szerte lehet nyomni, slábosba, szeletekbe vagdalt csontvelőt, apróra vagdalt hagymát, kevés borsat, szerecsendió virágot teszünk, most csirke, zúz és májakat megfőzünk ennek levében, a rizst fél puhára főzzük, a zúzt és a májat szeletekre vagdalva a lábasba tesszük, a rizst fölibe, reszelt pármai sajtot adunk a tál körül. Hát szerintem ez így gyönyörű, olvasva is, de megmondom őszintén önöknek, hogy nekem kétszer kellett elolvasni ahhoz, hogy egy picikét megértsem, hogy mit is kell csinálni. Tehát akkor térjünk vissza arra, hogy a Zsolti mit is csinál. Ugye régen elég drága volt a plusz zsiradék, ezért csontvelőt használtak, mint itt amit Zsolti is csinált, és szerintem lehet gyönyörűen látni, hogy azonnal zsiradékot nyertünk belőle, és ebben fogja ezt a hagymát, nagyon finomra vágott vörös hagymát beletenni, egy kicsikét megfuttatja, majd, mint a könyv és a recept is írta, hogy külön megfőztük, itt már elkészítettük, külön megfőztük a csirke zúzát és a májat, majd a szép vékony szeletekre föl fogja vágni, és ezen át fogjuk forgatni, illetve sóval, majd frissen őrölt borssal megszórja, addig, hogy én is csináljak valamit, addig én őrülök neki borsot.
Persze itt a hagyma fölött áthajolni nem olyan kellemes, és akkor én nagyon szeretem mindig frissen örölt borsot használni, mert szerintem sokkal jobb a zamata annak, amit frissen örölünk, mint amit ott előre már lehet kapni. Úgy már gyönyörű szépen, mint látják, már a vöröshagyma azonnal jó, és nem muszáj megbarnítani, elég, ha egy kicsikét megfonnyasszuk. Annyit erről a 19. század elejé ételkészítésről, mert tulajdonképpen beszélhetünk már ételkészítésről, mert ebben az ez időtájban jelentek meg az úgynevezett tűzhelyek. Ennek következményeképpen megváltozott a főzési technológia. Ugye ma már főzési technika, technológia, ma már technológiáról beszélünk, mi is az a technológia. Hú, ha megengedett, kicsit megkavarom. Technológia alatt azt értem, ugye, hogy ez is egy technológiai művelet, amikor is lepirítjuk a vöröshagymát. Ugye nem főzünk, hanem pirítunk jelen esetben. És ugye mivel, hogy megjelentek a nem csak szabad tűzön készítettek most már ételeket, hanem bizony bemehettek a lakásba, és irányítottabb körülmények között készítették az ételeket, ezért nem csak a technológia változott meg, hanem megváltoztak a receptek is. És amiről még nem beszéltem, ugye, hogy pluszsiradékot nem használtunk, ezért szedtek is olti a velőt a csontból, és régen is ezt is fölhasználták. Ugye másként még úgy lehet fölhasználni ezt a nagyon finom velőt, megfőzzük, és ugye pirítósra rátesszük, kis sóva, borsa, és ez bizony nagyon kellemes kis előétel, vagy akár reggel is lehet belőle. Ha nem tudtunk szerecsendió virághoz jutni, ezért egy nagyon picike szerecsendiót tegyünk rá, de nagyon vigyázzunk ezzel a fűszerrel, mert nagyon intenzív. Tehát rettentő intenzív ez a fűszernövényünk. Úgy írja ugye a recept is, hogy legalább egy olyan két órával előtte, legalább 5-6 léből hideg vízben átmostam a rist, majd egy két óra aztán ázott benne. Úgy írja, hogy addig áztassuk, amíg szét tudjuk morzsolni az ujjunkkal, és akkor nem tudom, valaki próbálta már ezt a módszert, és tényleg nem kell a rizsnek körülbelül egy olyan 10-12 perc fővés így, hogyha beáztattuk előtte legalább egy két óra osszával, és akkor kapunk belőle egy gyönyörű szép főtt rizst. Gyönyörű. Legalább valami színt is kapott, így né. De hogyha azt szeretnénk, hogy ez a petrezselyem zöld ne tűnjön el az ételben, mint fizikailag is legyen jelen, illetve ízében is tartsuk meg neki a petrezselyem zöldnek az ízét, akkor mindig az ételkészítés utolsó fázisában tegyük ezt hozzá. De ne tűnjön el, tehát mint szoktuk mondani, hogyha valamilyen ragus ételt is készítünk, hogyha zöldségeket is párolunk, most már azért ma már szoktuk mondani, hogy rest maradjon, roppanós. Most az történik, hogy mindjárt Zsolti formáz a tányérunkra egy falatka rizst, e köré helyezzük majd ezt a zúzásmájas ragut, és ezt megszórjuk az előre lereszelt sajttal. Ú, de kellemes illata van neki. Na most még azért el lehet játszani, hogyha nem petrezselyem zöldet használunk, hanem esetleg használhatunk majorannát. Ugye a máj nagyon szereti a majorannát is, de most a mi esetünkben ugye petrezselyem zöldet használtunk teljesen. Zúzát ugye, tehát majdnem, hogy 3/4 fővésbe tesszük bele a májat már a zúzához, mert ugye annak egy nagyon picike kell csak. Hát a velőt azt ugye külön sós vízben főztük meg, tehát én legalábbis főztem egy olyan másfél órán keresztül. Jó étvágyat kívánunk ehhez az olasz rizshez, amihez használtunk velőt, májat, zúzát, és a végén megszórtuk nagyon finom sajttal. Vasárnapi svédasztalos ebéd a Deszki Bástya étteremben. Május 1-től éttermünkben minden vasárnap svédasztalos ebéddel várjuk kedves vendégeinket. Elzett Certa Kft. Minden, ami csuk, nyit és zár. Zárak, zárbetétek, lakatok, ajtó- és ablakvasalatok. Szeged, Szent Gellért utca 2 és Árvíz utca 5. A szegedi Stihl Viking márka kereskedés és szervíz már két helyen, a Pozsony Ignác utca mellett Szőregen, a Makai út 164 szám alatt is várja vásárlóit a két világmárka teljes áruválasztékával. Ízelítő a kínálatból.
motoros láncfűrészek, fűnyírók, fűnyíró traktorok, motoros kapák, sövénynyírók, permetezők, komposztálók. Jó megközelíthetőség, kényelmes, ingyenes parkolási lehetőség, gyors, szakszerű kiszolgálás. A Szent István étterem és borozó várja kedves vendégeit a Csongrádi Sugárút és a gyönyörűen felújított Szent István tér sarkán, az Öreg Hölgy lábánál. Különleges ételek, széles borválaszték, neves hazai pincészetek kínálatából, egyedi hangulat, szép környezet, hangulatos térre néző terasz. Vállaljuk családi és céges rendezvények lebonyolítását 60 főig. Nálunk a vendég a király. Csavarkeriparos centrum a Moszkvai körút 23-ban, a Móra utca sarkán és a Brüsszeli körút 16 alatt az udvarban. A kiskörösi halászcsárdában magas színvonalú kiszolgálással, romantikus környezetben a Tiszaparton várja kedves vendégeit a csárdagazda Olá Dezső és csapata. Rendezvények, esküvők, egyéb üzleti megbeszélések lebonyolítását is vállalják. Ha saját maga szeretné kifogni a halászlébevalót, keresse fel a Lencsés horgásztavat. A tavon és a parton található a Jobb, mint otthon kis vendéglő, ahol szintén Olá Dezső és csapata garantálja a kiváló ízeket. Ha szereti a szegedi halászlevet, a finom halételeket és ételkülönlegességeket, látogassa meg a kiskörösi halászcsárdát és a Jobb, mint otthon kis vendéglőt. Klímatechnika, légtechnika, hűtéstechnika, légállapot szabályozók. Mindez egy helyen a Monaco Klíma Kft-nél. A Balatoni Hús Kft. Közel két évtizede a kisüzemi, házi jellegű minőségi kolbász és szalámi gyártás szimbóluma. A minőség záloga Balatoni József szalámi mester és a korszerű, számítógép vezérelt, szigorúan ellenőrzött technológia. Kínálatukban közel 100 féle kolbász és szalámi szerepel, többek között biotermékek, struc, pulyka, mangalica, szürke marha és nyúlból készült füstölt áruk. Keresse az üzletekben az egészséges és természetes alapanyagokból és fűszerek hozzáadásával készült, finom, többszörös dinnyertes balatoni húskészítményeket. Stihl motoros láncfűrészek, kaszák, sövénynyírók, viking fűnyírók, komposztálók, szegélynyírók, Honda szivattyúk, motoros kapák, áramfejlesztők értékesítése és szervize a Prominens Kft-nél. Hódmezővásárhely, Dr. Rabcsák András út 49. Az Algyői Halászcsárda az Algyői Tiszahíd Szeged felőli oldalán, családias környezetben igazi algyői ponty és vegyes halászlével, halpaprikással és sültekkel várja a hagyományos tiszai halételek kedvelőit. Az étlapon megtalálható a ponty, a harcsa, a süllő, a kecsege, a pisztráng és a békacomb is. A halételek mellett libamájból, bélszínből, pulykamellből és sertéshúsból készült fogásokból is választhatnak. A csárdagazda Barta László a ponthalászné mellett különösen ajánlja a halpaprikás túros csuszával és a ponyfiléből készült haltepertőt, valamint a szögedi sült halat. A Maros utcai Illés panziós tűzivadász étterem 13 klimatizált, igényesen berendezett szobával, svédasztalos reggelivel, zárt parkolóval, nyáron terasszal és medencével várja szálló vendégeit. A tűzivadász az 50 fős à la carte étterme mellett 50-60 fős konferencia termében vállalja céges és családi rendezvények lebonyolítását. Parti szervizők nagy létszámú rendezvények külső helyszínen, akár a városon kívüli vendéglátását is elvégzi. Étlapjuk a vadak mellett magyaros ételek széles választékával bővült. A Faktúra Duó faipari és szolgáltató Kft. A Falkó márka képviselete, bútorlapok, naturfaforgácslapok, CK-faforgácslapok, munkalapok, ajtófrontok, profillécek, MDF-lapok, OSB-lapok, bútorszerelvények minden igényt kielégítő választékát kínálja. Ezen kívül vállalnak méretrevágást, élzárást, egyedi kis bútorok összeállítását. Faktúra Duó Szeged, Dorozsmai út 35, telefon 62 464 021. A
Az Aranyhal étterem és menüház Szegeden a Kálvária tér 6 szám alatt található. Megújult, családias környezet, két különböző hangulatú vendégtér, nyáron pedig terasz várja a vendégeket. Az étterem akár 60 fős rendezvények lebonyolítását is vállalja, házias ízekkel és szolíd árakkal. Napi menü választékuk 4-5 féle étel tartalmaz, és igen kedvező áron kínálják. A villányi borvidék elsősorban a nagy vörös borokról ismert, pedig a siklósi körzet szép fehérbor alapanyagokat is terem. Most következő borkóstolónk fehér túlsúlyos lesz. Pelle László borszakértő ugyanis két fehér és egy vörös bort választott Gere Tamás és Zsolt pincészetének kínálatából. A választás egyik fő szempontja a jó árérték arány volt, tehát ezeket a hétköznapok borainak is nevezhetjük. Tisztelettel köszöntöm a Törzsasztal nézőit. A mai alkalommal a villányi Gere Tamás, Gere Zsolt pincészet borait fogjuk bemutatni. A villányi borvidék méltán ismert és híres a magyar borvidékek közül, és ezen a borvidéken az egyik vezető pincészet a Gere Tamás és a fia Gere Zsolt nevével fémjelzett pince. Gere Tamás és a Gere Zsolt pincészete mintegy 30 hektáron termeszt szőlőt. Ennek a fehér szőlő része ez elsősorban a villányi borvidék siklósi körzetéhez, Nagyharsányhoz, Kisharsányhoz, Siklóshoz kötődik. Fő fehér fajtáik az olasz rizling, a chardonnay, a tramini és a hárslevelű. Az ültetvények nagyobb része azért kékszőlő, oportó, kékfrankos, merlot, cabernet franc, cabernet sauvignon és pinot noir. Tehát elég széles a választék, ebből még küvéborok is készülnek. A pincészet borai közül hárslevelűt, olasz rizlinget és portugízert fogunk kóstolni. Elsőként a pincészet 2014-es hárslevelűjét fogjuk megnézni. A 2014-es évjárat villányban is, mint az egész országban egy nagyon nehéz évjárat volt, igazán kihívás volt jó borokat készíteni. A Gere pincészetnek sikerült ebből a hárslevelűből egy szép bort készíteni. A hárslevelű Magyarország majdnem minden borvidékén elterjedt, tudjuk, hogy Tokaj-hegyaljának az egyik főfajtája. A villányi borvidéken egy másik arcát, egy lágyabb, gyümölcsösebb, mondhatni kedvesebb arcát mutatja a fajta. A színe annak ellenére, hogy reduktív borról van szó, viszonylag sötét, ez fajta jellegzetesség. A bor illatában nagyon szépen megjelenik a névadó hárslevelű, hársvirágra, érettebb tételek hársmézre emlékeztető illatúak. A lecsorgáson nagyon szépen látjuk, hogy egy közepes koncentrációjú borról van szó, ami 2014-ben teljesen elfogadható. Ízben is visszajön ez a hárs méz jelleg. Egy szép tétel, ami most a csúcsán van, és jól fogyasztható. Az évjárat jellegzetessége miatt viszonylag élénk savak vannak, ami a villányi borvidékre, a fehér borokra általában nem jellemző, ami azt jelenti, hogy ez a bor gasztronómiába elsősorban csirkeételekhez nagyon jól alkalmazható. Következő borunk a pincészet 2015-ös olasz Riesling bora. A 2015-ös évjárat itt van közel, mindannyian emlékszünk rá, hogy jócskán meleg, ugyanakkor viszonylag sok csapadékkal együtt járó évjárat volt, ami a borászoknak kihívás volt,
de sikerült jó minőségű szőlőt szüretelni. A szüret hagyományos időpontja, olasz rizlingről van szó, szeptember 20-a körül van általában. Készítésének technológiája jellegzetes reduktív technológia, bogyózás, zúzás, kíméletes préselés, pneumatikus préssel, ülepítés után egy irányító terjesztés 14-16 fokon acéltartályba. Mindez azért történik, hogy a szőlőben meglévő elsődleges gyümölcs aromákat, illatokat, zamatokat minél inkább megtartsa a bor is. Illatban nagyon szép virágos, éretvirágos, ilyen fehérvirágos, kamillás jelleg érződik. A színe az jellegzetesen egy kissé ilyen zöldes sárga. Ízében nagyon szép gyümölcsös, picit barackos, picit körtés jellege van, ilyen fehér gyümölcshúsokat lehet érezni. Utóízében pedig ott van az olasz rizlingre jellemző mandulásság, egy pici kesernye, egy jó ízű, jól eső kesernye van a végén. Ez a bor tipikus kísérője lehet frissen sült halaknak és saláta ételeknek. Következő borunk a Pincészet 2015-ös villányi portugízere. Azok a nézőink, akik régebb óta isznak bort, úgy emlékezhetnek ennek a fajtának a nevére, hogy Oporto. De az uniós szabályok szerint ezt a nevet csak a portugálok, vagy ehhez hasonló nevet csak a portugálok használhatnak. Éppen ezért ennek a fajtának a neve újabban portugízer. Portugízer jellegzetessége ez a viszonylag sötét bíbor szín, ez egy úgynevezett fajta jelleges szín. Ez a bor, ez elsősorban hordós érlelésű, de egy része az tartályban erjedt. Úgyhogy így tudták elérni azt, hogy a gyümölcsösség és egy bizonyos fajta érettség egyformán kiteljesedjen a fajtába. A illatban nagyon szépen megjelenik az a friss, boros, fajta jelleges, ibolyás, virágos illatjegyek, amik a portugízer jellemzői. A portugízer fontos tulajdonsága, hogy savtartalma viszonylag alacsony, tannintartalma pedig ugyancsak alacsony. A népszerűségnek ez is az egyik alapja. Érett alapanyagból készült, nagyon szép, szilvás, érett szilva, ízjegyekkel, ugyanakkor pedig egy ilyen frissen vibráló, kicsit ribizlis, piros ribizlis sav karakterrel. Egy olyan típusú bor, ami önmagában is nagyon jól élvezhető. Ez az a fajta bor, amit beszélgető bornak szoktak nevezni, aminek az ivásához nem kell különösebb alkalom, csak úgy bonthatunk egy palackot belőle. Kedves egészségükre! A kecskehús nálunk még mindig méltatlanul mellőzött a konyhában, pedig a közhiedelemmel ellentétben a kecskehús nem kellemetlen szagú vagy ízű, sőt ellenkezőleg nagyon is finom. Szőlősi Viktor mesterszakács a Deszki Bástya étteremben kecskét választott mai receptjéhez, melyet tepsiben zöldségágyon sütött meg.
Üdvözlöm a kedves nézőinket innen a Deszki Pásta étterem teraszáról. Az én nevem Szőlősi Viktor mesterszakács, mellettem Szőlősi István édesapám, szintén mesterszakács. Mai nap egy egyszerű ételt fogunk elkészíteni, melyet egy fiatal kecskegíriából fog állni, zöldség alapból. Ebben van sárgarépa, vöröshagyma, fokhagyma, tévépaprika, meg egy kis burgonya. És ezt a zöldséget föl is tudjuk használni majd köletnek is a legvégén. Kezdjünk is a zöldség alappal. Összedaraboljuk. Nagyobb darabokra. A kecskegidát én már ezelőtt két nappal besóztam, beborsoztam, csak olaj nélkül egyszerűen, melyet a kiszombori Lila Akác Ponzió tulajdonosától vásároltam meg, Baranyi Csabától. A kecskegidánknak a különlegessége még ezeken az egyszerű zöldség alapon kívül, egy kis gyömbért is teszünk majd bele. A gyömbért egyébként mézen is megfuthathatjuk, még finomabb. A sütés ideje körülbelül a sertés tarjáéhoz hasonló. Természetesen, hogyha egészben sütjük a tarját. Szinte ugyanolyan alapot készítünk neki, mintha leves zöldségeket használnánk. A gidát így egészben. Meg fogjuk is belehelyezni így passzentosra. Teszünk rá egy kis füstölt, sózott szalonnát. Csinkjuk a vágyat. És hozzá egy kicsit. A gyömbért egyszerűen csak fővágjuk. Reszelhetjük is. Akár a legvégén is hozzáadhatjuk. De így legalább az íze teljesen benne lesz. Együtt összesülnek, összeérnek az ízek benne. Rászoljuk a tetejére. Nem kell sok. Éppen csak, hogy ellepje a zöldségeket a víz. Kétszáz húsz fokon a sütőbe berakjuk. 100 percig sütjük. És már vihetjük is. Íme, kedves nézőink, elkészült a gidánk. Egy 100 perc sütés után gyönyörűen megpuhult. A zöldségeit ugyanúgy lehet sózni is, tehát az is kapja egy kis ízt, a legfontosabb. Igen. Vágjuk ezt a szép tombrészt. A húsi részt kicsit lefejtjük. Itt még lehetne azt csinálni, hogy hagyunk egy kis gyömbért a tálalás végére. Pici olajon vagy pici mézzel megfuttatjuk. Itt a helyet is. Szépen rátálaljuk a fatálunkra. Nagyon jól illenek hozzá az erős magyaros fűszerezés. Íme, kedves nézőink, elkészült a fiatal kecskegidánk, amelyet szeretettel ajánlunk. Jó étvágyat kívánunk!
a Törzsasztal támogatói: az Algyői Halászcsárda, az Aranyhal étterem és menüház, a Béla borászat, a Csavarker iparos centrum, az Elzetszerta Kft., a Faktúra Duo faipari Kft., a Fehértói Halászcsárda és panzió, az Illés panzió és tűzivadász étterem, a Seri és Wokengo kínai gyorsétterem hálózat, a Szilléri Biztonságtechnikai Kft., a Rónai Kúria és a Bástya étterem, és a Török Kulszervész.